A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok! Egy nagyon komoly életútról fogunk ma beszélgetni. Annál is inkább, hiszen vendégem megjárta a hadak útját, ha úgy tetszik, Magyarország, Hollandia, Franciaország, ismét Magyarország. Válogatott labdarúgóról beszélünk, aki a Videótonban is főszerepet játszott, ha úgy tetszik, aztán légióskodott, és most itt van velünk ismét Fehérváron, ifja Horváth Gábor. Szervusz, Gabi. Köszöntelek téged. Örülök, hogy itt vagy. Kispera. Én is köszönöm a meghívást. Hiszen azért, ha röviden is azért emlékezünk meg édesapádról, hiszen nekem, mint egykori barátjának ma is fájó a hiánya, és azt gondolom, hogy ezzel minden labdarúgó kedvelő, és aki a Gabit ismerte, minden ember számára így van ez. Hát nehéz időszakon vagyunk túl, tény. Egyből erős témával kezdünk, de szeretek róla beszélni, mert szinte bennem él az édesapám. Tehát olyan szintű kötelék volt köztünk, vagy még kötelék van a mai napig, annak ellenére, hogy én fizikálisan nem látom, de lelkileg érzem, hogy óriási magasságokat éltünk meg együtt, néha mélységeket is, és hát egy csodálatos, nagybetűs emberről volt szó. Én azt gondolom, hogy a városban mindenkinek volt egy jó szava édesapámmal kapcsolatban, nem csak a futball miatt, hanem az emberi oldala miatt is. Ugye te is közelről ismerted őt, úgyhogy rettentő a hiánya. Tehát néha az ember megfeszül, de nem tud rajta változtatni, sajnos így alakult az élet. Nyilván, Isten nyugosztalja. Neked viszont tovább kellett lépned, nyilvánvaló, és meg is tetted a magadét. Bár, amikor arról beszélünk, hogy meglehetősen korán visszavonultál, mindössze 29 esztendősen, akkor ezt senki nem tudta mire vélni, ha úgy tetszik. De aztán egy új pályát, egy új utat választottál. Most így utólag, majd aztán elmerülünk ebben, hogy érzed, jól döntöttél akkor? Hát még visszatérve az első kérdésedre, tovább kellett lépnem, és Hollandia ilyen szempontból segítségemre volt. Az, hogy abbahagytam a labdarúgó pályafutásomat, azért az nem volt véletlen, az egy hosszabb folyamat volt, ugye jött a sérülés. Sérülésből már nem úgy épült fel a szervezetem, már nem voltam annyira motivált, eltűntek azok a dolgok, azok a motivációs tényezők, amik engem végig a pályán tartottak. Tehát én voltam az, aki elsőnek ment be az öltözőbe, és majdnem csak utolsónak jött el. Ugye belenőttem szinte az egész labdarúgásba. Én azt gondolom, hogy elég fiatalon óriási eredményeket értem el, ahhoz képest, ahogyan indultam, mindezt önerőből, azt gondolom, persze szülői támogatással, lelki támogatással, de meg kellett hozni ezt a döntést egy boldog élet folytatásához, mert úgy voltam vele, hogyha én lelkileg nem tudom önmagamat adni a futballpályán, akkor ennek a játéknak már nincsen folytatása, és azt nem akarom, hogy beárnyékolja a pályafutásomat esetleg, ha én folytatom, és nem azt a minőséget hozom, mint alapvetően, amit ehhez hozzászoktak az emberek. Az emberek számára, még a futballrajongók számára nyilván, akik nem ismernek közelről, meglepetés volt, hogy civil munkát választottál, de aztán jött Bredából a megkeresés, ami nem csoda, hiszen játszottál Bredában, klublegenda lettél, ha úgy tetszik, édesanyád és a nővéred is ott él, tehát azt hiszem, hogy ez így kerek lett a világ ettől? Hát Hágából indultam úgy, visszatérve Hágába indult az én edzői pályafutásom, akkor édesanyám még ott éltek, ott találtam úgymond megnyugvást lelkileg, és akkor felajánlottam a klubnak, hogy tudok hozni nekik magyar játékosokat, ha szükség van rá. Közben az U11-es korosztályban 11 éveseknél munkába álltam, és elég hamar, hál' Isten, mutattam úgymond a minőségemet, és ők is elkezdtek hinni bennem, mint edzőbe, és kaptam a következő lépéseket, ugye akkor már a 16 éveseknél is dolgoztam, és a 19 éveseknél. Majd ugye hazatérve volt egy minimális időszak, így van, amikor úgymond nem találtam a helyemet, és civil munkát választottam. De ahogy te is említetted, jött a bredai lehetőség, aminek hálás vagyok, mert édesapám mindig azt mondta, hogy fiam, neked Hollandiában van a helyed, úgyhogy gyerünk vissza.
úgyhogy felvettem a kapcsolatot a brádai vezetőséggel, és hál' Isten az U17-es csapatnál otthonra találtam, és amellett, hogy bemutatkozhattam vezetőedzőként, megbízott vezetőedzőként, javarészt pályaedzőként dolgoztam végig a szezon, de az első csapatnál is szerepet kaptam, mint játékos. Ráadásul bajnokságot nyertetek az U17-t. Így van, megnyertük, hát a másodosztályi bajnokságot megnyertük, úgyhogy kvalifikáltuk magunkat a legjobbak közé ott is. A játékos megfigyelés pedig maradt. Maradt a játékos megfigyelés, így van. Új szemszögből láttam magát a labdarúgást. Jó volt belekóstolni, jó volt külföldi nyelven elemzéseket írni. Én azt gondolom, hogy hagyatkoztak is a véleményemre. És most mit hozott az élet? Ugyebár játékos megfigyelőként dolgozom már a Puskás Akadémiánál. Igen, eddig fogunk eljutni egy kicsit. Mi az alapvetés? Tehát ez nyilván egy tanulható történet, és ha valaki IQ-ban rendben van, már pedig te rendben vagy, akkor köszönöm. Nagyon is jól tudjuk, hogy a mai viszonyok, tehát a 21. században mi mindenre kell figyelni a játékos megfigyelőnek. Tehát önmagában a pálya, mondom én, az kevés. Nem, én azt szoktam mondani, hogy ezért a saját szememre hagyatkozom, tehát akarom látni a játékos profilt, megvannak ehhez a websájtok, ahol lehet követni a játékosokat, de én mindig a saját szememre hagyatkozom, tehát én úgy nem ajánlok majd játékos, hogyha mondjuk személyesen nem láttam. Persze jó tájékozódni, hogy milyen a szociális környezet egyáltalán, hogy nőtt fel, akár most, hogyha visszamegyek esetleg kisebb korosztályba beszélgetni a szülőkkel, megismerni a lelki világát, a motivációját, a céljait. Ugye nem csak szakmailag kapsz egyfajta paramétert, hanem azért mögé kell látni a dolgnak ahhoz, hogy jó döntést tudjál hozni. Alapvetően én is elemzem folyamatosan a saját életemet, nem csak a másokét, a saját életemet is, tehát ilyen szempontból viszont testhez álló nekem ez a feladat, úgyhogy én azt gondolom, hogy ki fog tudni benne teljesedni. Ahogy kiteljesedtél Hollandiában is, de jött a koronavírus járvány. Jött, érdekes volt, mert amúgy nagyon jó dolgok kezdtek alakulni, bemutatkoztam vezetőedzőként, aztán a vezetőedzőnk visszajött, mert nem találta helyét a felnőtt csapatnál. Ugye közben csináltam a scout melót, végeztem a Johan Cruyffnak a menedzseriskoláját, ott 3-4 évem szinte végig megvolt, ott nagyon jó volt, mert kommunikációt, konfliktuskezelést tanultunk egymástól különböző ilyen szituációs gyakorlatokba. Sajnos beütött a Covid, véget szakadt a bajnokságnak, és az akkori párommal hoztunk egy döntést, hogy Franciaországba megpróbáljuk, és akkor kiköltözünk együtt. Igen, és akkor hát ugye Lyontól és Saint-Étienne-től, ahogy olvasom, 100 kilométerre egy kisváros amatőr klubjánál kezdtél el dolgozni. Milyenek a francia viszonyok? Tudjuk, hogy nagyon sokféle ország van Európában, Hollandia is egy kicsit más, mint az összes többi, de Franciaország aztán teljesen. Jó, ez így van ez? Én ilyen multikulturálisnak tartom magam, vagy nem is tudom, kozmopolitánnak, mert én szeretem a színes egyéniségeket, szeretek külföldi nyelven megszólalni, én már úgy kerültem abba az országba, hogy hollandul-angolul beszéltem, mondjuk sokra nem mész vele, ebben volt minimális hátrányom, meg voltak vicces szituációim, de nagyon hamar felvettem a ritmust, az élet nyugodt alapvetően, tehát csodálatos volt, mint hogyha egy nyaralóövezetben laktunk volna. Maga a klubtalálás volt kicsit nehezebb, az egy hosszabb időszak volt, de hál' Isten az akkori páromnak a klubja segített klubot találni, és úgymond én egy nulladik senkiként kerültem ki, tehát nem tudtam egyből profi futballba beköszönni, de viszont nagyon hálás voltam, mert tudtam lépegetni az amatőr futballba is, plusz ugye megláttam egy másik oldalát magának a futballnak, tehát nem a profi oldalát, hanem az amatőr oldalát, tehát olyan szituációkba kerültem alapvetően, amiben mondjuk a profi futballba nem lett volna szansom se. Ugye nagyon is jól tudjuk, hogy mindent csinálsz. Tehát amilyen színes egyéniség vagy, annyira figyelsz arra, hogy egy másodpercet se legyen szabad, ha úgy tetszik. Tehát itt is a futball mellett azért vállaltál más munkát. Ez mennyire tudatos? Mondom én, mert a Gabival nagyon sokat beszéltünk erről, mi még annak idején kapáltunk, ő Kislángon, én Szabadbattyában. Tehát nem vetettük meg a kétkezi munkát, ez bizonyos értelemben rád is vonatkozik, mert nagyon sokan rácsodálkoztak itt Fehérváron is annak idején egy rövid ideig, amikor láthattak itt-ott. Igen, én dolgoztam azért Fehérváron felszolgálóként is, aztán kinn a futball mellett a McDonald's-ba a kávézó részlegen is szerettem amúgy, mert szerettem beépülni a társadalomba. Szerettem fontosnak érezni magamat, tudtam használni a nyelveket, mert autópálya mellett voltunk. Meg ugye az embernek azért pénzt is kell keresnie, tehát ilyen szempontból kitöltötte a napjaimat. A lényeg az volt, hogy minőségileg úgy töltsem meg a napjaimat, hogy amikor hazaérjek, akkor egy kellemes fáradtsággal, de nyugodtan tudjak úgymond nyugovóra térni.
hogy legyen tiszta lelkiismeretem, mert tényleg egy dolgos családban nőttem fel, ahogy te is mondtad, és csak maga a futball, az amatőr futball, annak ellenére, hogy volt két csapatom nekem, mert én dolgoztam az U13-ban, az U20-ban, meg még szakmai igazgató voltam 13 éves korig, mellette azért én azt gondolom, hogy ez a reggeli munkapont belefért még. Javadra vált az a szakmai munka, az a sok színűség, amit Franciaországban tapasztaltál, és meg kellett tanulnod, és ráadásul hát eredményesen kellett ezt végrehajtanod. Hát egészen más közeg amúgy, mint a futball. Tehát, mint az, hogy valamit szól. Én szeretem az embereket szolgálni alapvetően, tehát én szeretem az ilyenfajta melót. Jó, persze magáért, a futballért akarok dolgozni, meg úgymond a futballból élni, mert mégiscsak ehhez értek a legjobban, de én szerettem ezt a fajta részét, mert tényleg jó volt belekóstolni ebbe, hogy kicsit más közektől mit kap az ember, meg hogy kell megfelelni az ilyenfajta munkának, úgyhogy én alázattal beleálltam, én azt gondolom, hogy elismerték a munkámat azon a szinten is, úgyhogy maga a jellemem, én azt gondolom, hogy épült ettől a munkától is. Nyilvánvaló, hogy aki hosszú időt tölt külföldön, az előbb-utóbb azért hazavágyik valamilyen szinten. Tehát megtapasztalja a mélységeket és a magasságokat egyaránt a kint töltött idő alatt. Ez Franciaországban nálad is bekövetkezett? Az a párkapcsolatom, akik miatt kimentem, maga a családi része az megszűnt. Közben decemberben én itthon voltam, és megismerkedtem egy másik lányjal, de azt éreztem, hogy mindig van jövőnkin Franciaországba, és csak a céljaimat néztem, csak a munkáimat néztem, tehát ebbe temetkeztem, de hiányzott az a fajta párkapcsolat, hiányzott a lányom, meg rájöttem arra, hogy mégiscsak az amatőr futballba dolgozom, és hogyha ez lesz olyan lehetőség, ami mondjuk felnőtt szintről jön, akkor elgondolkozok azon, hogy esetleg hazatérek. Melyik volt az a szakmai ajánlat, ami igazából meghatározó volt számodra? Hát megye egyből jött egy vezetőedzői megkeresés Tihanyból, és úgy voltam vele, hogyha most az amatőrben dolgozom Franciaországban alacsonyabb szinten, akkor nekem valamilyen szinten ez előrelépés jelent, hogyha én most hazajövök, és próbálom összerakni az életemet újra itthon, amellett, hogy majd keresgélek a folytatásban, megkeresem azt a fajta munkalehetőségeket, amik majd újra visszavisznek a profi futballhoz. Nyilvánvaló, hogy az édesanyád nővéred maradt, a gyermeked itthon van. Tehát így a kettő között ott álltál középen. Nehéz ilyenkor bizonyos értelemben a döntést hozni? Hiszen azért valljuk meg, hogy akinek olyan lehetőségei vannak és voltak, mint neked, az értelemszerűen azért meggondolja, hogy hazaérkezzék-e. Nagyon sokszor átjártam, tehát ez egy több hónapos folyamat volt, mire én ezt eldöntöttem, hogy ha az ajánlat nem is jön, szerintem nem jövök haza, úgyhogy megfelelő időpontba jött, kicsit úgy lelkileg új lejtmenetbe kerültem, nem éreztem már annyira jól magam Franciaországban, mint mondjuk az elején. Úgyhogy ezt látták is rajtam a munkáim során. Persze elvégeztem alázattal a munkáimat, de lehetett látni azt, hogy kicsit úgy elgondolkodtam a hazatérésen, mert azért rengeteget voltam egyedül, tehát én egyedül éltem a mindennapjaimat, távol mindenkitől. Ugye az egyik családom egyik fele Fehérváron, a másik fele Hollandiában, én a kettő között, úgymond, ahogy te fogalmaztál, Franciaországban, de magát a döntést nem volt nehéz úgymond meghozni, hanem inkább az utána lévő időszak volt, ami nem volt könnyű. A barátok hogy fogadták a döntésedet? Ők nagyon örültek neki, a mai napi nagyon hálásak. Hiszen nagyon jól tudjuk, hogy egy remek közeg vesz kerül itthon is, teszem hozzá. Igen, ők nagyon örültek, hogy hazajövök. Mi sokan meglepődtek, nem mindenki akarta amúgy, de Tihanyban is volt játékosom, például Nagy Dani volt játékosom, aki közeli barátom, aztán szintén egy másik srác, akivel a Vasasban, a Videótonban játszottam, a Benedek Isti, aki nekem segített folyamatosan, tehát kaptam olyan lelki tölteteket, amik által én úgymond épültem itthon. Ennek ellenére voltak nehéz pillanataid? Hogyne, rengeteg volt, tehát én nem azt gondolom, hogy az élet csak abból áll, hogy mindig minden fenékig telj fel, tehát nem éreztem magam itthon az elején jól. És kíváncsi voltam azt, hogy mi fog kilendíteni ebből az állapotból majd,
hogy újra az a Horváth Gábor legyen, akit én úgymond elvárok saját magamtól. Tehát kerestem azokat a lehetőségeket, közben kontaktoltam klubokkal, csináltam közben Tihanyba a civil melót, meg magát a labdarúgást, és vártam arra, hogy valami sikerüljön. Úgyhogy hál' Isten, a Jóisten megtámogatott ezzel a munkával, ahol most elértem. Nyilvánvaló. Tehát a barátok úgy fogadtak, visszailleszkedtél a civil létbe, találkozhattál a lányoddal végre, a párkapcsolatod rendben van, és akkor kicsit beszélünk a futballról, ugye az öreg fiúkról. Nemrégiben találkoztunk, nekem mindig jó látni, ugye a Szabadbattyában, a Jung József emléktornán sikerült összetalálkoznunk, ahol ott volt a Dárdai Tím, Dárdai Pali fiai, stb. Nem sorolom, mert egykori legendák Lisztes, Fehér Csaba, hadd ne soroljam. És jó volt látni titeket együtt. Azért ez mindig felemelő érzés. Egy kívülállónak mindenképpen, hiszen tátott szájjal néztek benneteket. Hát azért nagy szaktekintélyek ellen léptem pályára, úgymond meg, hát akik, olyan emberek ellen, akiknek komoly játékos múltja van. És azért ilyenkor mindig összejön az ember az ilyen típusú srácokkal, azért felfeljön egy-egy régi sztori, ahogy most is. Hál' Isten, azért jókat beszélgettünk a mérkőzés után, ráadásul Fehér Csabi az ellenfélnél például mondjuk csapattársam volt pont Bredába, Hollandiába. Igen. Tehát én szeretek amúgy futballozni így ismerősökkel, akik ráadásul azért nem amatőr szinten végeztek ráadásul ezt a játékot. Ráadásul a mozgásodon nem látszott a korod, bár megsérültél. Rúgtam 2 év volt, aztán meg elszakadt a szalag a térdembe valószínűleg, úgyhogy úgy kellett levinni a pályáról, de amúgy éreztem magát a játékot, meg mindig, amikor játszom, akkor is óriási odaadással játszom, csak most már ritkábban teszem ezt meg. Hogy tartod karban magad? Azért ez nagyon fontos kérdés egy bizonyos kor után, majd utána gratulálok még egyszer a születésnapodhoz. Ja, köszönöm. Konditerembe tartom fitten magam, folyamatosan edzek, majdnem a hét minden napján, egy-egy nap kivételével, úgyhogy kell nekem ez a lelki feltöltődés, ez a kis boldogsághormon, amivel a napomat indítom, ezzel rakom össze magamat, úgyhogy hogy a saját dolgaimra tudjak koncentrálni, meg ki tudjam hozni magamból a maximumot, úgyhogy úgy jövök vele, hogy erre szükségem van. Tehát most kerek a világ bizonyos értelemben. Annál is inkább kérdezem, mert hogy jó néhány fotót láttam, nem titok, az előző beszélgetés itt ebben a stúdióban Turbok Jánossal volt, hosszú idő után volt Edda koncert, és az Edda koncerten tulajdonképpen az neked egy születésnapi koncert volt. Vegyük úgy, hogy Pataki Ádám neked is énekelt. Mondhatjuk, igen, bár a koncertre maga nem jutottunk be, de az Agárdenbe megtáncoltuk az Edda számokat nagyon szépen, úgyhogy jól sikerült, nagyon jól éreztük magunkat. Hát én is szeretek mulatni, felhőtlenül táncolni, jól érezni magamat, de azért meg kell tudni választani, hogy mikor mit lehet csinálni. Tehát van a mulatság része, de hát azért a munka sokkal fontosabb. No. És akkor menjünk el Felcsútra. Hogy jött, hogy fogadtad a felkérést? Hiszen nyilvánvaló, hogy most általában nagyon figyelek arra, hogy melyik klub miként éli meg a mindennapjait. Tehát milyen ívet ad annak az eredménynek, amit szeretne elérni, milyen embereket választ ehhez. És azt hiszem, hogy egy rendkívül komoly feladatot kaptál, és ott ráadásul Felcsúton a Puskás Akadémiánál olyan a rendszer, hogy nagyon megnézik ezt. Sok klubban kontaktoltam, köztük például a Videótonnal is, a Puskással is, ott voltam, jelen voltam a Puskás Suzuki Kupán, és ugye a Tóth Balázs a sportigazgatóval tudtam váltani pár szót, aki érdeklődött irántam, vagy utánam. Elmondtam az érzéseimet, hogy nagyjából, hogy milyen itt lenni, meg látom a klub felépítést, hogy minden a helyén van, energetikailag jól néz ki, ez egy nagyon komoly klub, nagyon komolyan felépítették, és beszéltünk pozíciókról, de akkor nem tudott pontos pozíciót mondani, úgy volt, hogy hezitálnak azon, hogy oldják meg az utánpótlás részét, vagy a felnőtt részét, vagy a játékos megfigyelői részét, mondta, hogy nem ígért semmit, de bíztam benne, hogy idővel fog jelentkezni. Aztán eltelt egy pár hét, és nekem Hollandiából az egy amatőr csapattól volt ajánlatom, és már elég komoly beszélgetésig eljutottunk, de a Balázs közben meg felhívott, hogy lenne ez a lehetőség, úgyhogy megállapodtunk 6 perc alatt Komjáti Bandi bácsival és a Tóth Balázssal, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon jó helyre kerültem, mert közvetlen sportigazgatóhoz tartozom, ugye, aki a válogatottban és a Vidibe is csapattársam volt,
Tehát én azt gondolom, hogy maga a kommunikációnk is nagyon folyékony, és hasonlóan látjuk a labdarúgást, nem csak vele, hanem például a Hornyák Zsolttal is, a vezetőedzővel is, akivel szintén napi szintű kapcsolatom van, vagy lesz majd. Úgyhogy jó egy ilyen volumenű klubhoz kerülni, ahol hogyha az ember jól dolgozik, akkor komoly jövője lehet. Mi lesz az elsődleges feladatod? Látod már, van jövőképed? Az elsődleges feladatom ugye bekerülni a rendszerbe, megismerkedni mindenkivel. Most alapvetően nekem ez könnyen jött, mert ott vannak például a szolnoki Roliék, ott vannak a masszőrök, az edzők, a Polonkai Attiláik, akikkel én együtt játszottam annó a videótomban. Tehát az embernek olyan érzése volt, mintha hazaérkezett volna. Tehát én annyira jól érzem magam most. Most a munka szempontjában az elsődleges az, hogy felmérjem a játékosok minőségét, akár az NB1-be, az NB2-be, vagy az NB3-as csapatnál is, hogy tiszta képet lássak mindenkiről. Ugye folyamatosan tárgyalásokon veszek részt, és hogyha esetleg felmerül egy-egy pozícióba, hogy kell játékos, akkor azután nekem mennem kell. Tehát nekem meg kell ismerkednem különböző országokkal, játékosokkal, látnom kell a paramétereket, a játékos profilokat, hogy nagyjából ki illik bele a képbe, és ki nem. No, hát a hited nyilván nagyon sokat segített abban, hogy mindazt megéld és túléld és túltedd magad, ami történt az elmúlt időszakban veled. Mit kívánjak a jövőre? Édesapám, azt szoktam mondani, egy kalapszartot a risznyámba. De én azt gondolom, hogyha ilyen alázatosan végzem a dolgokat, és azokat a nehézségeket le tudom küzdeni, amiket mindig világéletemben leküzdöttem, mert mindig én akartam jobban, hál' Isten. Tehát azért az embernek vannak nehézségek, ezt magam mögött kell hagyni. Hogy én szeretném azt, hogy egy komoly karrier váljon ebből, akár scoutként, akár edzőként, mert nekem mind a két oldala úgymond nyitott. Tehát fontos, hogy egy jó család életem legyen, a lelkivilágom úgymond tiszta legyen, a munkáim jól süljenek el, jó helyeken legyek, úgyhogy nyelveket beszéljem, járjak belföldön, külföldön, élvezzem az életet, úgyhogy mosolyogjak kb. Ez mosolyog. Ja. Történjék így, ezt kívánom én is a futballban, otthon is nyilvánvaló. Köszönöm. Nagylányodnak, Lotti lányodnak, a párodnak és neked is, és minél több mosolyt az arcodra. Köszönöm én szépen. Azt gondolom, hogy édesapád úgyis fentről néz bennünket, téged leginkább. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm, hogy itt láttam. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem ifjabb Horváth Gábor volt, aki a jövőben már a Puskás Akadémiát szolgálja. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.